Róma egyik keleti külvárosában, csólóban az emberek 70%-a csak fekete munkával tudja megteremteni a napi betevőt. Olaszországban kifejezetten elterjedt az illegális foglalkoztatás, az így dolgozni kényszerülők közül viszont szinte mindenki elvesztette az állását a koronavírus járvány miatt. Az ácsok, kézművesek, takarítók közül sokan nem számíthatnak az állam segítségére. Ha nem akarnak kábítószerkereskedelemből pénzt szerezni, élelmiszer segélyre van szükségük. A családok hetente kétszer kapnak egy kosárnyi ételt, ezt kell beosztaniuk. Van zöldségem, paradicsomom, spagettim, gyümölcsöm, csokoládém és tojásom. Ez elég lesz ebédre és vacsorára, mondta Stefano Belmonte. Nem túl sok, de mindent megteszek, hogy elég legyen hármunknak, tette hozzá. A város részben sok az önkéntes. Stefano évek óta tagja egy helyi jótékonysági szervezetnek. A felszabaduló idejében próbál segíteni a közösség bajba jutott tagjain. Három hónapja egyetlen eurót sem hoztam haza. Egyelőre túlélünk, mert a szükséges ételt megkapjuk, de egyáltalán nincs jövedelmünk. Három hónap alatt három napot dolgoztam. A fekete munkának teljesen befelegzett. Sajnos én ebből éltem. A korom miatt esélyem sem volt arra, hogy rendes állást szerezzek. A helyi fiatalokat egy ökölvívó terem próbálja távol tartani az utcától. Most azonban ez is bezárt, így sokan érzik elveszettnek magukat. Egy kutatóintézet vezetője szerint a fekete munka az ország GDP-jének 35%-áért felel. Ez a társadalom válasza a rosszul működő bürokratikus közigazgatásra és a magas adókra. Teljes családok köszönhetik a megélhetésüket a fekete munkának. Bevásárolnak, eljárnak helyekre, normális életet élnek. Hiába számít ez illegális jövedelemnek, része a nemzetgazdaságnak. Ugyanúgy, ahogy a bűnözésből származó pénzek is hozzájárulnak az ország gazdasági növekedéséhez. A hónapról hónapra mélyülő válság miatt sok olasznak nem marad más választása, mint hogy az országban tevékenykedő bűnszervezetekhez forduljon támogatásért.